Köszönöm. Szalagokkal díszítik fel a búcsúfát Bonyhádon. Már hagyomány, hogy a Mártonnaphoz legközelebb eső hétvégén ünneplik a magyarországi németek egyik legismertebb ünnepét és szokását, a búcsút, mondta a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke. 1991-ben újította fel ezt a hagyományt, a régi hagyományt, a Hekvánc Néptánc Egyesület. Azóta ők már elmentek bébipauzéra, és most közel 10 éve a Kränzlein folytatja ezt a szép hagyományt, és minden évben eljönnek a fiúk, kivágják a fát, elhozzák ide, most már a művelődési ház elé, korábban a német házban volt, a lányok segítenek feldíszíteni, utána pedig a fiúk elmennek bort gyűjteni, és este van egy kultúrműsor és egy bál, ahol mindenki jól érzi magát, megkóstolják az új bort, és egy jó kis táncmulatság keretében megünneplik ezt a szép hagyományt. Nem mindenhol volt faállítás a magyarországi németeknél, volt Baranya megyében is, Nagy Nyárádon még ma is ünneplik ezt, hogy a fát díszítik fel, volt, ahol csak egy oszlopot ástak le a földbe, és azt díszítették fel, valamint egy berliner kendőt, vagy Halszó ott tettek a fára. Ez is különböző volt, ugyanis a protestánsok és a katolikusoknál különböző volt valamennyire ez a szokás, és ez is változó volt. Mórágyon egy rudat állítottak fel, Majoson is egy rudat állítottak fel, és arra kötötték rá a kendőt, a hegyháton is ez így volt, tehát ez eléggé változó. Bonyhádon ez fát állítanak a gyerekek. Kirváj, tehát ez templom szentelést jelent, és akkor ünnepelték ezt, amikor a templomot felszentelték. Azonban volt egy császári királyi rendelet, ami ezt megtiltotta, hogy dologidőben tegyék ezt az ünnepet, mert legtöbbször a templom elkészülte, az dologidőre esett, és áttették törvényi rendelettel áttették az ünnepet, hogy novemberben legyen, és ezért a legtöbb településen november környékén volt ez a szép ünnep. Bonyhádon és a környező településeken Mártonnaphoz legközelebb eső hétvégén, és mi is így Bonyhádon a Mártonnapot azon a napon ünnepeljük, amikor amelyik a Mártonnaphoz legközelebb esik. A fára került az idei újborból is, amelyet a búcsútemetésen ásnak majd el. Fontos, hogy megőrizzük őseink hagyományait, mondta a Kränzlein Néptánc Egyesület egyik fiú tagja, aki a fa felállításába is segített. Tekintve, hogy öregé, hát relatíve veterán táncos vagyok a csoportban, hű maradok sváb származásomhoz, és igyekszem ápolni azokat, amiket nagyanyám és dédanyám rám hagyott. Amint megérkezik a lovaskocsi, az is feldíszítésre kerül, és utána elindulunk az újbort begyűjteni. Az újbor begyűjtése hagyományosan a fiú feladata volt. A lovaskocsin harmonika szó kíséretére több bonyhádi lakost is felkerestek a fiatalok. Megérkezve az első házhoz, a Mártonnaphoz és a búcsú hagyományaihoz kapcsolódó rigmusra szavaltak a Néptánc Egyesület tagjai, majd harmonika zenéjével köszönték meg a felajánlott új bort. Aki libát nem eszik, egész évben éhezik. A liba húsa nagyon finom, kívánom is a bort nagyon. Ezért jöttünk gyűjteni, a hordónkat megtölteni. Aki este ebből iszik, soha többé nem szomjazik.